Jó, és kezdjük el! Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna 7 Days to Die sorozatának következő része. És tettem dolgokat a háttérben. Az egyik dolog, amit mindenképp szeretnék megmutatni nektek, az az, hogy az inventorimat, a ládát, amiben a lőszereket tartom, átrendeztem így ilyen jól átláthatóbb helyzetben. Látjátok, fölül vannak a lőszerek, mennek lefele szépen, minél több van belőle, és alattuk pedig a hozzátartozó fegyverek. Ez azért jó igazából, mert így pontosan átlátom, hogy miből mennyi lőszerünk van még hátra, és ahogy nézem, igazából el kéne kezdeni használni a pisztolyt meg a shotgunt, mert azokban vagyunk most a leginkább megtöltve. Bár mondjuk, hogyha kirakom a 7,62 mm-est, akkor azért még abból is van elég sok. De még nem feltétlenül muszáj átváltanunk, de azért majd átgondolhatjuk. Remélem lesz egy ilyen SMG vagy valami hasonló gépfegyver, ami 9 mm-es lőszert használ, mert az lenne az igazán király szerintem, és akkor azzal fel tudnánk használni ezeket a lőszereket, mert a pisztoly nagyon jó, csak már nem most. Szóval szerintem már egy picit túlnőttünk a pisztolyon. Tény egyébként, hogy a Blunderbusteren is egyébként, és a primitív íjunkon is, de mégis megtartottam. A másik. Mi volt a másik? Ez egy kis dolog, de igazából ez, ami érdekel engem. Szóval van itt nekünk egy ratchet, meg wrench. Szóval, ha jól értelmezem, ez a kettő ugyanazt csinálja annyi különbséggel, hogy az egyik jobb, mint a másik. Az én meglátásom szerint a ratchetbe tudtam rakni modification-öket, illetve a block damage-e az 10-zel több, mint a wrench-é. Szóval szerintem az jobb. De javítsatok ki, a tévedek, mert a minősége a wrench-nek 5-ös, a ratchetnek meg csak 3-as. Szóval alapvetőleg lehetséges, hogy a wrench-el többet kapnék, hogyha azzal szedném. Szóval aki, nem tudom, akinek vannak ilyen ismeretei, tapasztalatai ezzel, az írja le a komment szekcióba. De amennyire én látom, mivel a block damage-e több a ratchetnek, emiatt azzal gyorsabban és többet fogunk kiszedni. Illetve amúgy a stamina cost, meg a power attack, meg melee damage, meg a durability egy nagyon minimálisan több, szóval a többi statisztikai előny a wrench-nek az nem olyan számottevő szerintem, hogyha a ratchettel többet tudunk kiszedni. Értékben majdnem úgy, ja, viszont ebben két modification van, de persze, hogy értékben sokkal többet ér. Na, a másik viszont, van itt egy új ajtó. Ez nektek totálisan új, szóval a következő történt itt. Van itt egy ilyen kis, úgymond ilyen kijárónk, illetve itt átalakítottam ezt a részleget. Ez a kijáró azért lett, mert szükségem volt még valamire, hogyha beindítom a forgópengét itt, és fogom és kijövök ide, erre a helyhez, hogy innen támadjam felülről a zombikat, amivel egy picit vannak agályaim, mert én úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem érem el innen őket. De ez majd elválik. Igazából elég messzire el lehet ütni ezzel a cuccal. Szóval reménykedem benne, hogy innen fentről is szépen így le tudjuk loffolni őket. És raktam egy szép kis hedge door-t, hogy ne legyen vele probléma. Illetve valamilyen szinten, még nem 100%-osan készen. Jó, nincs zombi. Már befejeztem ezt a falat így körbe. Amit látjátok, ezt a részt itt nem bontottam ki. Nagyon-nagyon sokáig tartott volna szétbontani, és úgy voltam vele, hogy egy fene. Most tök felesleges nekem lebontani. Úgy sem akarok a helyre semmit építeni, csak falat. És elpazarolnám ezt a rácsot, meg ezeket a falakat. Zombik. Nincsenek zombik. Na, és amint látjátok, ez így teljesen körbe megy ezen az oldalon. Egyetlen egy kis apró aggodalmam van, hogyha fogják a zombik és ugrálni kezdenek, meg egymásra fölmászni, akkor szerintem itt fel tudnak menni. Nekem ez az aggodalmam. Várjátok, erre rá tudok ugrani, azt hiszem. Hopp. Na, tehát ez egy probléma. Ez egy probléma. És hogyha ténylegesen a vörös éjszakánál ez gondot fog okozni, ide majd catwalkot akarok rakni végig körbe, vagy rácsot. Tehát a rács is jó lenne. Ide eredetileg ilyen fát kellett volna raknom, de csak utólagosan jutott eszembe.
és ide is mehetett volna, és akkor jobban néznek ki az egész, de az már csak részletkérdése, meg igazából az, hogy itt fel tudnak ugrani. Szóval igazából, ha meglátjuk, hogy nagyon fel tudnak jutni ezen a ponton, akkor ezt fogom, szétverem, és akkor még egy kőfalat rakok, tehát egy ilyen blokkot fogok odarakni, és utána rakok egy ilyen... Nem rakok egyáltalán ilyet. Nem, utána igazából, ha megemelem a magasságát, akkor igazából... Ja nem lesz egy magasságban ezzel a résszel. Ezzel nem lesz egy magasságban. Igazából megemelhetném még egyszer a magasságát, és akkor lenne itt egy ilyen kis kibővített teraszunk. Ja, az úgy nem lenne rossz. És azt hiszem ezzel egyébként véget is ért az a dolog, amit csináltam. Azon kívül persze, hogy ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok falat bővítettem. Megfejlesztettem. De hát az annyira azért már nem olyan érdekes. Illetve még mindig itt égnek a cementek, meg az ilyesmik. Szándékosan nem rakok bele egyébként mindig nagyon sokat, mert feleslegesen ne égjen. Így. Van is elég sok konkrét mixünk. Ja, a másik, igen. Szóval, van ez a Crucible. Nézzétek csak, el tudjuk készíteni. Crucible. Remélem jól lejtem, de szerintem igen. Viszont piszok sok minden kell hozzá. Azt a minden is mennyire sok minden. Igazából mindenünk megvan hozzá, egyedül szerintem a Small Stone nincs. De várjatok, a Forged Ironból sincs meg minden. Kell még 15 darab Forged Iron nekünk. Ami megmondom őszintén, elég keményen sok az a 100 darab. Ne tüntesd el. Mechanikai alkatrész, olaj. Jó, olaj, bőven van, nagyon jó. Mechanikai alkatrész, bőven van. Nagyon jó. Crucible. És mindenünk meg lesz, egyedül a Small Stone nem. Oké, ezt viszonylag könnyen orvosolni tudjuk. Jó, még van Crest Sandem. Ha van ilyen tört homokom, akkor ide jövök le. Ti most először fogjátok ezt látni, ezt így használat alatt. Igazából ez egy bányarendszer. Tehát jóformán semmi extra nincsen benne. Annyi az igazán különlegese része. Nem sérültem? Beszéltem és nem figyeltem, hogy időben megálljak. Szóval annyi lesz az igazán maximum különleges benne, hogy előbb vagy utóbb akár építhetek ide egy föld alatti bázist. Sok értelmét nem látom, mert a zombik azok pofátlanul lebontják az egész világot, hogy lejussanak hozzád. Viszont éjszakánként, hogyha nincs más dolgom, akkor bányászni ez a hely tökéletes. Főképp amiatt, mert annyira mélyen van, hogy felül a zombik vagy nem töltenek be, vagy egyszerűen csak szimplán nem hallanak meg minket. És 1200 kőre van szükségünk, amiből 400 már meg is van. És akkor elkészítjük a motort, ami elég király lesz. Egyébként, ha elgondolkoznátok azon, hogy van-e bármi logika, hogy ide lent merre ások, tudottan nincsen. Tehát jó lenne, hogyha találnék vaslelőhelyet ide lent, mert akkor tudnék nyugiban vasat gyűjteni éjszaka. Mert odakint a kis faházikomban vasat gyűjteni azért feltétlenül éjszaka nem gyűjtenék, mert az egy dolog, hogyha megtámadnak nappal zombik, azok általában ugye csak sétálni tudnak. Szóval meghalom, hogy ütögetik, kijövök, el tudok futni előlük. De hogyha egy horda megtámad az éjszaka folyamán, amik futnak utánam, az a faházikhoz nem fogja őket megtartani. Az biztos, tehát nem fogja őket visszatartani. Egyébként azt hiszem ennyi elegendő is. Bőven. Akartam egy picivel többet. Szóval az nem fogja megtartani őket, de hogyha ide lent vagyunk, mondom éjszaka, szerintem nagyon hosszú ideje nem hallottam, hogy megtámadták volna a bázist a zombik odafönt. Mert ugye mire lejutottam oda, azért az kellett egy kis idő. Szóval az alatt volt, hogy hallottam, hogy megtámadják, miközben bányáztam. Na. Crucible. Becsukjuk. Nem mintha most be tudnának jönni. A mindenleg az összes ajtó lent be van zárva. Crucible. Jaj, Forged Iron. Figyeljétek meg, valami nem lesz jó. Valami attól félek nem lesz meg. De, minden adott hozzá. Csak 4 perc az életemből még.
Illetve talán annyi említésre még méltathatom, hogy van ez a cipőnk, ugye? Itt egy picit állítgattam, hogy milyen ilyen modifikációk vannak, milyen ilyen változtatások, módosítások vannak, ilyen kiegészítők a ruhákban. És most bele tudtam rakni pluszba ebbe egy csomó mindent igazából. És ebbe meg ki tudtam cserélni. Most meg nem mondom, hogy melyik mit csinál. Ez nem is emlékszem pontosan. A többi az meleg. 15%-kal gyorsabban töltünk újra. Tehát ez az, ami érdekes igazából. Az összes többi, vegyük ezeket, ez például a meleg ellen véd jobban, ez például viszont a hideg ellen véd jobban. Ez sima armor, ez meg ugye tudjátok, hogy kapunk több helyet. Ez meleg ellen véd, itt is csak izé van, itt ezeket ismeritek, ez meg a lámpánk igazából. Viszont, amint látjátok, teljesen ki van tisztulva ez a láda. Mert mindent beépítettem mindenhova, ahova lehetőségünk volt. Rad Remover Mode. What? Milyen módunk van ebben? Veszed ki? Elveszi a radioaktív hatását a zombiknak 90 másodpercre. Az elég király. Ezt nem használjuk, ezt a taktikai rifle-t. Mert gyengébb. Effective range, hosszabb. Az a helyzet, 4-es AK-nk van. Azért nem használjuk, mert 4-es AK-nk van. De nem rossz, hogyha megtartjuk azért. Nem tudom, hogy amúgy alapvetőleg, hogyha egyes szintű AK lenne, és egyes taktikai rifle, akkor ugyanolyan erősek lennének-e. Szerintem lehetséges, hogy amúgy a taktikai rifle az erősebb lenne. Szóval, mire várunk? Erre várunk. Hát kész van. Hát kész van. Tak, megy is be. Turn off. Na, és tudunk is készíteni acélt. Yes. Piszok drága. 35-öt tudunk elkészíteni. Mennyire van szükségünk? Mennyire van szükségünk? Motor... Áú, nincs kerekünk. Viszont tudunk készíteni, azt hiszem. Jó, kezdjük ezzel. Ehhez kell 37 darab. Miért kell 37 darab? Jó, ez kiég. Addig a következőt fogjuk csinálni. Kommentben megkaptam az információt. Megkaptam az intelt. Honnan tudok szerezni ilyeneket? Szóval a következő a helyzet. Ha jól emlékszem, két helyről lehet szerezni acélt. Az egyik az ilyen utcalámpa. A másik pedig... ilyen vending machine. Ez a neve. Ilyen automata. Na hát megnézzük mindkettőt akár. Az a helyzet, az automata megráz minket viszont. Na, ez... Ez nekünk ad. Igen, feltételezésem szerint nem ez a fajta utcalámpára gondoltak. Egyáltalán jól emlékszem. Szóval az a helyzet, ebből szerezhetünk kaját. Viszont nekem most kéne az acél. Quality. És van belőle quantity is? A quantity az azt jelenti, hogy mennyiség. A quality a minőséget jelenti. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi van benne. Ezt nem lehet látni, ezt nem jelzi. Science. Mennyit sebzel? Au. Igazából szét tudom szedni. De kéne használnom egy csomó kötszert. Jó, ezt a csatát te nyerted. Ennyire még nem vagyok kétségbeesve, de tudod mit? Téged viszont szétszedlek, mert miért is ne. Viszont, ha tudunk szerezni máshonnan még... Acélt, nem acélt, vasat. Be tudjuk olvasztani. Egy lámpa. A lámpát nem lehet szétszedni, de szét lehet szedni, nagyon jó. Zombi 1, zombi 2, kezd beesteledni. Ó. Persze, mert rányomtam, hogy modifájoljak. Egy halott. Ugrik. Két halott. Nem halt meg. Mellé lőttem.
Jelentem, megöltem. Még valaki? Senki? Jó, helyes. Nézzük. Tévé. A tévé jöhet. A következő projekt, amiben bele akarok vágni, az egyik az, hogy egy beton falazott árkot fogunk készíteni. A másik projekt, amit bele akarok vágni, ahhoz viszont ezek kellenek, amiket gyűjtök. Az... az, hogy az egész házat lámpákkal világítsuk ki. De az egészet. Nem látok hirtelen több. Jó, mennyi tévé van itt te? Gyere csak ide. Ó, gyere. Hát milyen munka ez? Mögötte le se festettétek? Hát kérem szépen, milyen munka ez? Itt is van. Ezután a négy tévé után, vagy négy ilyen panel után fogjuk, azt hazamegyünk. Ezt befejezzük saját vasból, beolvasztunk egy csomó vasat, és akkor úgy elkészítjük az acélt. Majd le kéne helyeznem újra a teppeket. Itt egész jó állapotban van, de itt erre felé, meg arra azon az oldalt nagyon, nagyon hiányoznak. Szóval azokat majd újra vissza kell helyeznem, szerintem majd kamerán kívül a következő rész előtt meg is ejtem. Na szóval, hogy áll a vasunk, az acélunk? 35 kim van. Hú, nagyon jó. Ezen kívül kéne... kéne még egy kevés. Mennyi kell pontosan? Motor, bike, úgy. 37, meg 15. Az nice. És van 40-ünk. Jó. Nincs mese, csinálnunk kell duct tape-et, mert... abból viszont nincs elegendő. Illetve két kerék is kelleni fog. Két kerék, az Forged Iron, Oil, Coil és Acid. Forged... azt is égethetek ki. Minden jöhet. Azt se tudom, mennyi kell belőle. Jaj! Négy darab. Mindegy, úgyis kéne többet készítünk. Vasat kéne bányásznunk majd. Most eléggé popátlanul elhasználtam az összes vasunkat. Hát ez időigényes lesz. Ez mire elkészül ez a ragasztó, az is 6 perc. Itt leszek egy darabig még, én úgy látom. Oké. Holy fuck. Itt egy medve. Méghozzá egy zombi medve. Pexi. Ki kellett volna hozni a shotit? Ha! Feküdj már ki! Hol? Honnan jutottak be? Hagytam itt egy lyukat. Ó, jó, előbb intézzük el őket. Okay. Fekszik már? A fenéket halt meg! Esküszöm, ezek a medvék a Seven Days to Die tankjai. De hogy jutottak be ezek? Mármint csak nem tudnak felugrani idáig. Vagy igen? Máshonnan viszont nem tudtak volna bejönni. Egyébként örülök, hogy nem sérültünk le, mert kifejezetten sokáig tartott, mire meggyógyultunk. Tehát azért lejátszottam egy teljes napot konkrétan.
mire elindítottam ezt a felvételt, és ugye... És annyi idő, megint hallok zombikat. Ó, egy izé. A sok sütögetés lesz. Tuti, biztos vagyok benne, hogy amiatt. De nem jön erre. Nem jön erre. Na, cakko. Ott maradsz. Ott maradsz. Annyira nem érdekez. Szóval... Bill. Forged Iron kell, jó, az megvan. Bill újra. Pap, kettő, készülhet. Motor. Oké, mi hiányzik neked? Mechanikai alkatrészt nem vettem elő. Ezt nem elővettem. Nagyon jó. Oké, ez készül. Chasis. Duct tape-ből még mindig kellene 7 darab. Készül még annyi? Nem készül 7 darab. Jó, hát akkor ezt még megvárjuk. Hopp, ott már meg is van. Viszont még így is fogunk több duct tape-et fogunk még készíteni, mert kelleni fog meg. Ülj a medvéket le kéne bontani. Ja, de várjunk, ezeket nem... Mondjuk ezek medvék. Próbáljuk meg. Az a helyzet, ugye a zombikat nem tudtam lebontani. Tehát, hát ha a medvéből... Ó, mi az, hogy? Csak le ne rohanjanak közben minket. Aj, gyerekek, nagyon sok izét fogunk kapni ebből Rotten Flash-t. Kíváncsi vagyok, a kutyákat is le lehet-e bontani. Megint eldöntöttem, hogy ez egy rövid epizód lesz, de... Hozza magával a lehetőségeket a játék. Nézzétek, 54-nél tartunk, hát a farm az mennyivel fog bűvülni? Actually nem emlékszem, hogy mennyi kell egy ilyen farm plothoz. Oké, a végeredmény 129 Rotten Flash, csak egy stackben 125 lehet. Ami nagyon jó. Oké, közben ez biztos, hogy elkészült. Be is rakjuk. Ne lepjenek meg még egyszer így. Úgy, né? És hol a motorbike alkatrészek? Ide kell jönnöm, mert innen ez fog kelleni majd előbb-utóbb. Ez megy. Kapcsoljuk ki. Kész van a kerék. Jó. Nem. Még duct tape-re lesz szükségem, nem? Nem. Az elkészítéséhez nem. Csak utólagosan majd későbbre. Ez készül. Chase is. És akkor ott megy még 7 darab belőle. És akkor el is tudjuk készíteni. Na, az utolsó alkotó elemét készítjük. Utolsó alkotó eleme, 2 perc, és megvan. Addig. Addig is, hogy ne unatkozzunk. Ó, ha mennyi csontom van. Azt a mindenit. Szóval a farm plot. 7 darabba kerül egy darab nitrát powder kéne még. Lehet abban nem lesz elegendő. 21. Ja, nitrát powderből fogytunk ki. Ez 7 percig fog menni. Az szomorú, de nem baj, úgyse akarunk most lecraftolni semmit szerintem. Ez 21 darab készül el. Hát ezzel mondom, kész lesz még egy plot. Még mindig van Rotten Flash-ünk, hogyha esetleg szükségünk lenne rá. Csontot nem használtunk izére. Azt hittem kell a farm plothoz. Mire van szükség csont? Glue, kannok sem. Ehhez miért kell csont? Meg rotting flash. Új! Konkrétan amikor egy ilyet eszel, már pedig most azt eszem, akkor rothadt húst teszek, csonttal, állati zsírral, meg aciddal. Mondjuk alapvetőleg véve, ha belegondoltok, ez tök ingyen kaja kb. Jó, a battle of acid, az nem tudom, hogy azt...
Nem, nem két óval, két tével. Állj, töröljünk vissza egyet. Pot. Nem is tudjuk elkészíteni. Ha jól látom. De alapvetőleg... Ja, megjött. For fuck's sake! Esküszöm, esküszöm, hátrébb tolom ezt a fost. Kinyitottam, mert ellenőrizni akartam, hogy... Aha. Ah, igen. Ez így nem jó. Oda rá tudnak ugrani. Ott van még egy. Jól előttem. Na jó van, ezt lehet, hogy ki fogom bővíteni egyel. Ezt a részt itt kicserélem egy hatchre. Mert csak azért nyitottam ki, ott egy medve. Ott van. Csak azért nyitottam ki, hogy biztosra menjek, hogy le van engedve. És fogta és keresztül rohant rajta. 3, 2, 1, boys, kész a motorbike. Motorcycle. Oké, majd kipakolok minden mást. Amire szükségünk lesz. Gázolaj mindenképp fog kelleni. Jó, rossz irány. Csukd be. Nagyon jó. Micsoda tüske van előtte. Refuelolva. Kinyitjuk mit? Aha, 4 modification bele lehet rakni, kozmetikai dolgot is lehet. Gyors. Hát ez egy hangos, defense 91 seat van benne. 1800 gázolaj, az 62% volt. Hát ezzel jóval távolabb megyünk. Hát nem tudom, hogy helyből több van egyébként benne. Boostolni nem lehet vele, de overall olyan gyorsan megy szerintem, mint a minibike izé boostolva. Na, valahol van egy zombi. Ott. Na, üssük is el. Nézzük, mi lesz. Vannak tüskék előttünk. Csak csinálni fog valamit. Gyere! Hát ez borult. Viszont nem halt meg, nem baj. Kap még egyet. Úgy, neki megyünk még egyszer. Hoppá! Viszont ahogy nézem, sérül, hogyha neki megyünk zombinak így. Mármint a motor sérül, nem a zombi. Szóval alapvetőleg ez nem a legjobb megoldás, hogy zombikat öljünk. Pláne, hogy amúgy nem nagyon hal meg. Tehát, hogy nem tudom, hanyatszorra ütöm el, de nem hal meg. De legalább nem tud megütni minket egyébként. Nézzük, mennyire vagy kemény. Nézzük, mennyire maradt életed. Hát egy 53-mal megöltük, szóval annyira nem volt már kemény. Na hát, ja, hát srácok. Itt a minibike. Vagy minibike? A motor. Megszereztük a motort. Tudjátok mit? Arra még kíváncsi vagyok. Ennek van 4x2, 4, 6, 8, 9 helye. 3x9 helye. 2, 4, 6, 8, 9, igen. 3x9 helye, egy egész sorral több van ebben a motorban, mint a másikban. Szóval mindenképp hasznos nekünk, hogy ez van. Ezt a minibike-ot meg nem tudom. Lehet fogjuk, azt eladjuk. Mit szóltok hozzá? Igazából szerintem eladhatjuk. Mennyit ér egyáltalán? Ték. Nem lehet eladni. Kreppelve 150 vasat kapunk érte. Jó. Mit kezdjünk a minibike-kal igazából? Na, viszont ezzel ennyi is volt ez az epizód. Azt kell mondjam, hogy kifejezetten sok lett, pedig rövidebbet akartam, de elég sokáig tartott, mire elkészítettem mindent, amit szerettem volna, meg mindent bemutattam, amit szerettem volna, illetve meg is támadtak minket egyszer-kétszer.
ami egy pici ilyen akciófaktort még belerakott ebbe az epizódba. Szóval, ha tetszett a videó, lájkolt, ha nem tetszett, diszlájkolt, de iratkozz fel a csatornára, hogyha érdekel további tartalom tőlem. És ja, jövök legközelebb is. Ezzel a kézzel akartam inteni, de itt van a mikrofon előttem, így nem érek oda. Szóval, sziasztok!